Supercsapat egy 1-től 8 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok egy-egy csapatot irányítva megpróbálják megszerezni az ászlót és azt meg is tartani, annak érdekében, hogy minél több mérkőzést megnyerjenek. A végén egy döntőre is sor kerül, és aki azt megnyeri, az lesz a végső győztes. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy példajáték leírását, és az itt látható játékelemeket. A játszma a különböző parkokban zajlik majd, és minden parknál két játékos csapata száll szembe egymással, egy illetve két fős játék esetén a leveles parkra lesz szükség, három illetve négy fős játék esetén emellett a gombás parkra is szükség lesz, 5 illetve 6 fős játék esetén a virágos park is játékba kerül, 7 illetve 8 fős játék esetén pedig mind a négy parkra szükség lesz, tehát a makkos parkra is. Én most egy négy fős játékot készítek elő, így ezt a két parkot hagyom kint. Minden játékos kapjon egy-egy bajnokságkártyát. A bajnokságkártyák jobb szélén látható, hogy milyen játékosszámnál van szükség rájuk. Erre a bajnokságkártyára minden számnál szükség van. Erre csak egy, illetve két fős játék esetén, ezekre lesz szükség, három, illetve négy fős játék esetén, tehát nekem most ezek kellenek. De így ez alapján vizsgáljuk meg, hogy melyik kártyákra lesz szükség, melyik számnál, és ezeket osszuk szét a játékosok között véletlenszerűen. Minden park közepére fel kell helyezni a park színével megegyező zászlót. Elő kell készíteni a trófeákat. A trófeáknak fentről lefelé haladva növekvő sorrendbe kell egymásra kerülniük, és minden értékből több trófea is van, egészen pontosan 4-4, tehát meg kell keverni az összes hetes es és minden parkba egyet-egyet le kell helyezni a kijelölt mezőre. Arra rá egy véletlenszerűen választott hatost, és így tovább. Ennek pedig azért lesz jelentősége, mert a másik oldalon a pontszámok eltérőek. Itt tehát a játszma 7 hét fordulójára, 7-7 hét -hét trófea van mindegyik parkban. Az 1-es és 3-as értékű szurkolókból alkossunk egy közös készletet. Szükség lesz a három kártyatartóra. Ezek A, B és C jelölésűek. Válogassuk szét a kártyákat e szerint A, B és C paklikba. És a betűjelöléseken belül is vannak különböző készletek. Ez itt a városkártya készlet, erre minden játékban szükség van. Tehát az összes a jelölésű városkártyára szükség lesz. És további 6 készlet van, ezeket az ikonok jelölik. Minden játékhoz a további hat készletből ötöt kell kiválasztani, és a kiválasztott készletek minden kártyára szükség lesz. Itt tehát mindig egy készlet marad ki, ezt a játékosok döntsék el tetszőlegesen, az első játszmához érdemes a világűr készletet kihagyni. Így tehát a kiválasztott készletek összes A kártyája egyetlen paklit alkot, ezt keverjük meg jól, és helyezzük képen lefelé az A kártyatartóba, és tegyünk ugyanígy a B, illetve C is, tehát azt a készletet, amit kihagyunk, helyezzük vissza a játék dobozába, az összes B kártyát keverjük meg, és alkossunk belőlük egy képpel lefelé fordított paklit a B kártyatartóban, és a C-vel is tegyünk így. Minden bajnokságkártya kijelöl a játékos számára egy kezdőpaklit, ezek különböző szimbólumok. Például, aki az ötszöget kapta, vegye magához azt a hat kártyát, amin ötszög van, ez a kezdőpaklia. Egy játszma hét fordulón tart, és minden fordulóban meg van határozva, hogy a kártya tulajdonosa hova kell, hogy üljön. Ez a játékos például végig ugyanabban a parkban marad, a világosabb oldalon, tehát ő helyet foglal ennek a parknak ezen a végén. Ez a játékos az első fordulóban a leveles park sötét oldalára ül, tehát ide. A második és harmadik fordulóban a gombás park sötét oldalán ül majd, tehát majd át kell ülnie ide. Utána vissza kell menni a leveles park sötét oldalára, majd kétszer a gombás park világos oldalán játszik, és végül ismét a leveles park sötét oldalán lesz. Így tehát a játékosok számára mindig meg van határozva, hogy hol kell játszaniuk. És én most a gombás parkot félreteszem, és a zöld parva mutatom meg, hogy két játékos között hogyan is zajlik egy forduló. A szürke robotkártyákra csak páratlan játékos szám esetén lesz szükség. Ezeket egyelőre félreteszem, de ismertetem majd ezeket a szabályokat is. A játék tehát 7 fordulóból áll, ebben minden játékos részt vesz, majd a hetedik forduló után a két legjobb játékos között egy döntőre egy sor kerül, és annak a győztese lesz a játék végső győztese. Minden forduló a paklépítés fázissal kezdődik, ebben először is nézzük meg, hogy hova kell ülnünk, melyik park melyik végébe. A játékosok mindig vigyék magukkal a bajnokság kártyájukat, a pakliukat, a megszerzett szurkolókat, illetve trófeákat. Ezt követően kártyákat kell húzni és kártyákat kell kiválasztani. Ezt is a bajnokság kártya határozza meg. Meg kell nézni, hogy melyik fordulóban járunk, és az alapján melyik pakliból kell kártyákat húznunk, és mennyi kártyát tarthatunk meg. Az nem változik, hogy bármelyik fordulóban is járunk, és bármelyik pakliból is húzunk, mindig öt kártyát kell húzni, de az, hogy mennyit tarthatunk meg, már változó. Például az első fordulóban két A kártyát tarthatunk meg, a második fordulóban is, a harmadik fordulóban viszont vagy két A kártyát tartunk meg, vagy pedig egy B kártyát, és így tovább. Tehát az első fordulóban húzunk öt kártyát az A pakliból, a felhúzott kártyákat mindenki néze meg úgy, hogy a másik játékos ne lássa, hogy mi van azokon, majd a leírtak alapján kártyát vagy kártyákat lehet megtartani. Például az játékos döntet úgy, ezt a két kártyát megtartja. Az eldobott kártyákat a megfelelő paklitartó hátuljába kell helyezni, és arra is lehetőség van, hogy a felhúzott kártyák közül nem tartunk meg annyit, amennyit az adott forduló lehetővé tesz, hanem Annál kevesebbet, tehát mondjuk itt kettő A kártyát tarthatunk meg, de mi mondjuk csak egyet választunk ki, és egyet tartunk meg, a többi kártyát eldobjuk, és helyette annyi kártyát húzunk, amelyet eldobtunk, jelen esetben négyet, és azt az egy kártyát ebből a négyből választjuk ki, a többit pedig eldobjuk. Összességében tehát felhúzunk öt kártyát, legfeljebb annyit választunk, amennyit a forduló lehetővé tesz. Ha kevesebbet választottunk, akkor az eldobott kártyák helyett ugyanannyit húzunk, és még annyit választunk, hogy végül annyi kártyát vegyünk el, amennyit az adott forduló lehetővé tesz. A megtartott kártyák gyakorlatilag a paklink része lesz, és ezen a ponton lehetőségünk van bármennyi kártyát a paklinkból eltávolítani. Hogyha a kezdőkártyát távolítunk el, akkor az teljesen játékon kívülre kerül, ha pedig A, B vagy C jelölésű kártyát dobunk el, akkor a megfelelő dobópakliba kerülnek ezek. És amennyiben egy ilyen tároló dobópakli része annyira megtelne, hogy már nem fér további kártya, akkor meg kell keverni az ott lévő kártyákat, és a húzópakli alá kell helyezni azokat. Ebben az első paklépítés fázisban tehát helyet foglalunk, kártyákat húzunk, kártyákhoz jutunk, kártyákat távolíthatunk el a paklingból, és amikor ezzel megvagyunk, akkor következik a versenyfázis. Ebben először is minden játékos megkeveri a saját pakliát, azt maga elé helyezi egy húzópakliként, és az első fordulóban a parkban lévő zászlót fel kell dobni, és ez dönti el, hogy ki lesz a kezdőjátékos. Most a világos oldalon ülő játékos lesz a kezdőjátékos. A kezdőjátékos felcsapja a paklia felső kártyáját, és ráteszi a zászlót a kártyára. Gyakorlatilag ez a játékos megszerezte a zászlót. A második fordulótól kezdve már nem feltétlenül a zászló feldobás dönti el, hogy ki lesz a kezdőjátékos alapvetően az lesz a kezdőjátékos, akinél a két játékos közül magasabb számú trófea van. Ha e tekintetben döntetlen áll fenn, akkor kell feldobni az ászlót. A kezdőjátékos egy kártya felfedése után meg is áll, nála van az ászló, szóval is itt így elfordítom, hogy jó irányba álljon nekünk. És lehet látni, hogy ennek a kártyának kettes az értéke. Most a másik játékos következik, és megpróbálja megszerezni az ászlót. Ez pedig úgy teheti meg, hogy eléri az itt lévő kártyának az értékét, vagy meghaladja azt. Felcsap egy kártyát, és mivel azonnal el is érte ezt az értéket, megszerzi a zászlót, most már ez a kártya birtokolja a az zászlót, az ellenfél pedig a kispadjára küldi ezt a kártyát. Most ez a játékos a támadó, felcsap egy kártyát, ez nem elegendő ahhoz, hogy elvegye a zászlót, így. Újabb kártyát kell felfednie, minden felfedett kártya értéke, illetve hatása érvényben van ilyenkor. Most megszerzi az ászlót, ugyanis elérte a kettes értéket. A kártyákat egy kupacba kell rendezni ilyenkor, hogy csak a felső kártya látszódjon, ugyanis ez a kártya szerezte meg tulajdonképpen az ászlót. Így a következő támadásnál, miután ez a játékos Kispadra küldte ezt a csapattagját. Most már csak ezt az egyes értékű kártyát kell, hogy figyelembe vegye. Tehát az alatta lévő kártyák, bármennyi is van itt, elveszítik mind az értéküket, mind a hatásukat. Most ez a játékos támad, ő egy hármas értékű kártyát fed fel, ezzel megszerzi az zászlót, innen az összes kártya a kispadra kerül. Viszont fontos, hogy az ugyanolyan nevű kártyák ugyanarra a helyre kerülnek tehát bármennyi újoncot is ültetünk le a kispadra, azok mindig egy helyet foglalnak. Fontos, hogy a szükségesnél több kártyát nem szabad felfedni, tehát, hogyha ez a helyzet áll fenn, ez a játékos nem dönthet úgy, hogy további kártyákat fed fel, mivel megszerezte az ászlót, újabb kártyát már nem fed fel, ez a kártya a kispadra kerül, és ez így megy oda-vissza, egészen addig, amíg be fejeződik a forduló. A forduló kétféleképpen érhet véget. Ha a játékos támad, de nem képes elvenni a zászlót, és elfogy a paklia, akkor a másik játékos lesz a győztes, akinél a ott maradt. A forduló pedig úgy is véget érhet, hogy amikor egy játékos megszerzi a zászlót, és a másik játékos a kispadjára kell gyűltessen csapattagokat, akkor nem tud mindenkit elhelyezni. Itt például megtelt az összes kispad, és ezt a bohócot is le kellene még ültetni, de már nincs hely, ez a játékos azonnal elveszíti a játékot, és ez a játékos lesz a győztes. Emiatt fontos tehát, hogy az ugyanolyan nevű kártyák ugyanarra a helyre kerülnek, mert hogyha ez a helyzet állt volna fenn, hogy ez az újonccal és ezzel a bajnokkal veszíti el a zászlót ez a játékos, és őket kell lehelyezni, akkor még nincs gond, őket még el tudja helyezni a kispadon. A forduló győztese vegye magához, a felső trófeát, tehát az a trófeát, amelyen az aktuális forduló száma szerepel. És a trófeát mennyire játékos megnézheti, hogy mi van a trófea hátulján, de ezt tartsa titokban, a többiek nem szabad, hogy tudják, hogy mennyi szurkolót ér egy-egy ilyen trófea. A verseny után minden játékos gyűjtse össze a saját pakliát, és új forduló kezdődik, esetlegesen új helyszínen, új játékos ellen, Ismét van egy paklépítés, és utána egy versenyfázis. A hetedik forduló után pedig mindenki adja össze a szurkoló értékeket. Ezek egyrészt a trófeák hátulján látható, másrészt meg külön jelölőket is lehet szerezni. Például a játék folyamán, hogyha a bohót szerzi meg az ászlót, tehát konkrétan az ő kártyájára kerül rá az ászló az egyik ilyen támadás során, akkor két szurkolót kap, azaz elvesz két egyes értékű szurkolót, és három darab egyes szurkoló bármikor átváltható egy darab hárma szurkolóra. Miután a játékosok összesítették a pontjaikat, egy döntőre kerül sor a legtöbb és a második legtöbb pontot elérő játékos között. Ha két játékos között döntetlen állna fenn e tekintetben, akkor annak számít magasabbnak a pontszáma, akinek több trófeája van. Ha ebben is holt verseny áll fenn, akkor a magasabb, fordulószámú trófea dönt. A döntőben résztvevő játékosok már nem kapnak újabb kártyákat, de a pakliukból bármennyi kártyát eltávolíthatnak, és a szokásos módon le kell játszani egy versenyt, és az lesz a játék győztese, aki megnyeri a döntőt. Így működik tehát a játék, és nagyon sok fajta hatás van. Például kártya birtoklásakor ez a kártya plusz egyet kap, az udvari bolondnak például plusz hármas az ereje, hogyha van legalább egy egyes alaperejű kártya a kispadon, ennek a kártyának a hatása tulajdonképpen a kispadról érvényesül, azaz az egyes alaperejű kártyák plusz kettőt kapnak a támadás során. Fontos figyelembe venni, hogy tehát ezeket a képességeket védekezéskor nem használhatjuk. A filmcsillagnak azonnali hatása van, legfeljebb két újonc kártyánkat a kispadról a pakling tetejére helyezhetünk. Van olyan hatás, ami csak támadás során érvényesül. És emlékeztetőképpen, amikor támadunk, akkor minden egyes kijátszott kártyánál figyelembe kell venni a kártya értékét és a hatását is. Tehát támadáskor a kártyák ereje és hatása összeadódik. Amikor viszont megvan az ászló, akkor már csak a felső kártya érvényesül, tehát kizárólag a felső kártyának az erejét és hatását lehet figyelembe venni. A B, illetve C pakliban Egyre erősebb hatású és egyre nagyobb erejű kártyák vannak. Van amelyik kártyának egyszerűen csak nagyobb az ereje, vannak izgalmasabb, helyes specifikus képességek. A különböző készletbe tartozó kártyák másképpen működnek, és rengeteg tematikus elem is megjelenik. Amelyben csak ketten játszunk, akkor a játék végével kapcsolatban van két változtatás. Egyrészt a játék 7 fordulónát tart, tehát nincs külön döntő, így az lesz a győztes, aki a 7. forduló végén a legnagyobb értéknyi szurkolóval rendelkezik. És van egy plusz győzelmi lehetőség is, ugyanis ha az egyik játékos az egyik versenyfázis végén legalább 11 ponttal vezet, azonnal megnyeri a játékot. Így viszont a trófeákat mindig úgy kell tartani, hogy jól látható legyen mindkét játékos számára, hogy mennyi szurkolót érnek. Páratlan játékos számnál besegít, a robot. Ha a játékosnak nem jut húsvér ellenfél, akkor a robot ellen fog játszani. Érdemes őt ebbe a parkba a világos oldalra jutatni, és akkor végig ott marad. A robot paklia alapvetően a K jelölésű kezdőkártyákból áll, tehát alapjáraton csak ezekre van szükség. Az R illetve eljelölésű kártyákra nem. A robot a paklépítés fázisban nem csinál semmit, tehát nem jut újabb kártyákhoz. A versenyfázisban pedig pontosan ugyanúgy működik, mint bármelyik játékos, tehát kártyákat kell felcsapni, amikor támad, ugyanúgy leülteti a játékosait a kispadra, és így tovább. Ez tehát az egyes nehézségi szintű robot, tehát csak K kártyákat tartalmaz. Kettes nehézségi szinten keverjük meg az R jelölésű kártyákat, és cseréljük ki az alfa kezdőkártyát egy véletlenszerűen választott R kártyára. Kettes nehézségi szinten pedig cseréljük le a B kártyát is egy véletlenszerűen választott R kártyára. Fontos, hogy amennyiben a robot nyeri meg az egyik fordulót, ugyan elveszi a trófeát, de azt visszahelyezi a játék dobozába, tehát ő valójában nem vesz részt a bajnokságban a pontszámaival. Ha pedig valaki egyedül játszana, akkor alapvetően a két fős játék szabályai vannak érvényben, és a robot ellen kell, hogy játszon. A korábbi szabályokkal ellentétben az egyszemélyes játék során a robot is megőrzi a trófeáit, így tehát pontokat gyűjt, és azonnal győz, hogyha 11 ponttal vezet a húsvér játékos ellen. Egyszemélyes játékban extra kihívása is lehetőség van, a robotkártyák közé keverjük az eljelölésű kártyákat, és ebből az E-vel dúsított R pakliból kell véletlenszerűen kártyákat húzni. Lecserélhetjük alfát, alfát és bétát, alfát, bétát és roboblökit, a legnehezebb szinten pedig a korábbiak mellett a bajnokot is lecserélhetjük. Így működnek tehát a szuper csapat szabályai, ami egy nagyon szórakoztató, gyors, pörgős, pakliépítős, zászló megszerzős játék. Aki élvezi, hogy ki kell találnia, hogyan is a legjobb összeállítani a saját pakliát fordulóról fordulóra, és elfogadja, hogy bizony a versenyfázisban már nem az ő kezében van az irányítás, tegyen bátran próbát a szupercsapattal. Most pedig végpörgetem a különböző kártyákat. Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, megosztod, kommentelsz, és feliratkozol a csatornára. Ha pedig bármilyen módon támogatni szeretnél, akkor a videó alatti sávban, illetve a videó leírásában megtalálod ezeket a lehetőségeket.